Jó estét kívánok! Elkezdődött a nemzeti konzultáció az internetről. Aki akarja, mostantól saját kérdéseivel is beszállhat a kérdéssor kialakításába. Dajcs Tamás, a konzultációt felügyelő miniszterelnöki biztos szerint a cél az, hogy kiderítsék, milyen internetet akarunk mi magyarok, és nem az, hogy miként vezessék be az internetadót. A demokratikus ellenzék szerint viszont éppen erről szól. A DK benyújt egy törvényjavaslatot is, hogy az internetadó bevezetését azzal akadályozza meg. Az internetadó halott. Közismert a magyar mondás, hogy halottról jót vagy semmit. Egyáltalán nem lehet a konzultáció vége az internetadó bevezetése, mondta Dajcs Tamás. Az a cél, hogy a következő hónapokban felmérjék, milyen is legyen a magyar internet. Első lépésben mostantól március 26-áig arról kérdezik az embereket, hogy miről kérdezzék majd az embereket. Milyennek is gondolja az internetkont, az internetről szóló nemzeti konzultációt. Ezután összeállítanak egy 15-20 kérdésből álló kérdéssort, ami már maga a nemzeti konzultáció lesz. Szeptemberre egy olyan kormány előterjesztést kell Magyarország kormányának az asztalára letennem, amelyik jogszabály módosításokban, új jogszabályok megalkotásában, meglévők megváltoztatásában, vagy jogszabályváltoztatást nem igénylő kormányzati döntésekre tesznek javaslatot. Nemzetének nevezett álkonzultáció zajlik legalábbis a DK szerint. Gréczi Zsolt azt mondta, pár napon belül törvényjavaslatot nyújtanak be, amely megtiltaná az internet bármilyen megadóztatását. Orbán Viktort és a Fideszt ismerve világos, hogyha az internetről akarnak konzultálni, akkor az nem más, mint az internetadó előkészítésének része. Az Orbán kormány tehát valószínűleg nem tett le az internetadó bevezetéséről, csak módosított annak időzítésén. Ha van konzultáció, akkor nyilván lesz is valószínűleg internetadó. Nincs értelme a konzultációnak, ha tényleg nem lesz internetadó, mondja az MSZP. Budai Bernadett szerint éppen ezért miniszterelnöki biztosra sincs szükség. A párt nem ért egyet az internetadó bevezetésével. Minden olyan kezdeményezés nyilvánvalóan csak támogatni lehet, amely nem akar internetadót Magyarországon. Mi már az őszi tüntetések alkalmával is egyértelművé tettük, hogy az MSZP frakciója egyáltalán nem támogatja azt, hogy bármiféle plusz teher legyen Magyarországon azon, hogy az emberek információhoz jussanak. A konzultáció előkészítése eddig csaknem 13 millió forintba került. Dajcs Tamás szerint a résztvevők eleve a közigazgatásban dolgoztak, így nekik már nem kellett külön fizetést adni.